2016 úgy alakult, hogy új lemezt vettünk fel, úgyhogy megcsináltuk a Dicsőség című lemezt. Azt gondoltuk, hogy a 2017-es tavaszban, ami még továbbra is ennek a lemeznek a lemezbemutatóját, így értünk ide Ajkára, szóval az a helyzet, hogy az egy zenekarnak, ami elindul valamilyen városból, mondjuk éppen Ajkáról néhány zenekari tag ebből a 30Y nevű zenekarból, az állati fontos dolog, hogy abban a városban játszon, ahol egyébként gyerekként fölnőttünk, szóval ilyen tekintetben azt gondoltuk, hogy kihagyhatatlan a város a lemezbemutató turnéból, úgyhogy örülünk, hogy ide értünk. Amikor Ajkán koncerteztek, akkor van egy kis idő a családra is? Ma is úgy érkeztünk, hogy eleve a szüleinkhez érkeztünk egy picit, és akkor beköszöntünk. A szokás szerint a édesapánkkal ittunk egy pálinkát, hogy meglegyen a welcome drink. Aztán meg jöttünk a hangbeállásra, szóval ez viszonylag evidens, de most azzal, hogy közben zajlik egy tehetségkutató a városban, ebből aztán az is van, hogy én ma éppen itt alszom Ajkán, a szüleimnél, és holnap megyek a VMK-ba a tehetségkutatóra zsűrizni, úgyhogy most viszonylag sok időt töltök Ajkán. Azt már említettük, hogy ajkai vagy, és szereted ezt a várost. Hogy érzed az ajkai, akik szeretnek téged? Én például a Bródiban egy földet kapcsán rajtoltam rólatok. Azt képzelem valahogy, hogy ebbe így, na, hogy mondjam, ebbe így csak reménykedni tudunk, tehát hogy az van, hogy a zenekar számára ilyen alapvetően fontos dolog, hogy játszon abban a városban, ahol a Bekkek és a Sárközi Papa gyerekeskedett. Szóval ilyen tekintetben marha fontos az, hogy itt legyünk. Azt nehezen tudjuk megmérni, vagy hogy mondjam, hogy egyébként a városban élők, ma a városban élők egyáltalán szeretnek-e bennünket. Az jól látszik, hogy marha jó ilyenkor találkozni régi ismerősökkel, olyanokkal, akikkel évente akár csak egyszer találkozunk éppen a koncert kapcsán. Szóval ilyen tekintetben meg marha jó itt lenni. Reményeim szerint szeretnek minket az emberek, vagy legalábbis látják azt a fajta elkötelezettséget, amivel a város felé, vagy a város iránt viseltetünk. Összességében meg talán olyan dolgok mégiscsak jelzik azt, hogy a városhoz van némi közünk, hogy mit tudom én, Kuka barátunkkal, aki kiváló zenész, jó régóta dolgozunk együtt, és ő máig itt él Ajkán, és az ajkai zenei életnek egy nagyon fontos figurája. Marha jó dolog találkozni a birokánsokkal, akikkel még annak idején együtt próbáltunk egy próbaterembe a zeneiskolába. Szóval hogy ezek mind olyan erős kötődések, amiket nem tudsz elhagyni, vagy ugyanígy nem tudod elfelejteni azt, hogy jártam a Bródy Imre gimnáziumba, hogy tanítottam a Bánkiba, vagy soha nem lehet elfelejteni a halász kocsmai füstös levegőjét. Szóval egyszerűen vannak azok a fajta mélységek, és hát különösen persze az, hogy ráadásul a rakétával jó ideje, jó kapcsolatban vagyunk ilyen tekintetben a Balázsékkal, szóval hogy azt képzelem, hogyha Ajkán vagyunk, akkor mindig valami otthonosság élményünk van, és szerintem az igazi kérdés mégis az, hogy mi képesek vagyunk-e adni valamit az embereknek, amikor itt játszunk, és abban reménykedem, hogy a mai koncert is olyan lesz, ami sokat jelent az embereknek, és sokat jelent a számunkra is. Mivel készültek ma? Némileg az van, hogyha egy zenekar már 16-17 éve zenél, mint a 30Y, akkor alapvetően az van, hogy nem tudja kihagyni azokat a dalokat, ami a sok-sok lemez és év alatt összegyűlt. Szóval egyfelől játszunk egy viszonylag jelentős retrospektívet, szóval hogy játszunk az első lemeztől a legfrissebb lemezik dalokat,
de alapvetően mégis az van, hogy ma ezt lemezbemutató koncertnek értelmezzük, úgyhogy a mai napon, ahogy számoltam, 5-6 dalt játszunk az új lemezről is. Remélem, hogy izgalmas lesz az emberek számára, ami számunkra viszonylag izgalmas sorrendez. Akkor ezek szerint tudatos volt az előző zenekarválasztás most is és 2 évvel ezelőtt is? Igen, ez alapvetően arról van szó, hogy a bilokánsok tagjaival gyakorlatilag gyerekkorunk óta együtt zenélünk. Valahogy úgy volt Ajkán, hogy generációk váltották egymást, ahogyan zenekarok alakultak, és az előttünk járók a Svinkék voltak, kiváló zenekar, és aztán egy kicsit utánunk pedig a bilokánsok, és mondom, gyakorlatilag kezdő zenekarként már együtt próbáltunk a bilokánsokkal, azóta is szerencsére jó barátságban vagyunk. Úgyhogy evidens volt, hogy Ajkához, az ajkai koncerthez számunkra hozzátartozik az, hogy a nagyszerű barátainkkal vagyunk együtt a színpadon. Úgyhogy nem is azt gondolom, hogy nem is előzenekarként gondolok a bilokánsokra, inkább társzenekarként, vagy olyan vendégzenekarként, amelyik inkább minket lát ilyenkor vendégül. Említetted, hogy a Brodyba jártál. Üzensz valamint a mostani brodisoknak? Az érettségizőknek mindenképpen azt, hogy legyenek ügyesek az érettségén, és egyáltalán ne aggódjanak az érettségi miatt. Ha eleget készültek, vagy ha nem készültek eleget, akkor is reményeim szerint sikerülni fog. A többieknek meg azt, hogy az a helyzet, hogy persze nem tudom ma milyen a Brody. Amikor én oda jártam, akkor ez egy viszonylag kemény iskola volt, ahol zavaróan sokat kellett tanulni. Úgyhogy ha lehetséges, kedves brodisok, akkor ne lógjatok sokat.